Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Látószög magyar nyelvi magazinműsorunk októberi adását látják. Ebben a hónapban is izgalmas témákkal várjuk Önöket. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorunkban. Az Aradon kivégzett 13 vértanúra emlékeztek Füleken. Befejeződtek az idei útfelújítási munkálatok Füleken. Elkezdték a komposztáló ládák szétosztását Füleken. Embernek lenni, embernek maradni. Madács Imre irodalmi napot tartottak Alsó-Sztregován. Megnyílt a füleki férfi kar múltját bemutató kiállítás. Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztek Füleken a Hősök terén. A nemzeti gyásznapon koszorúzással tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett vértanúk, valamint az aznap esten kivégzett gróf Batthyány Lajos Magyarország miniszterelnöke emléke előtt. Idén a fiatalok vették át a kezdeményezést és szervezték meg a kultúrműsort. A füleki gimnázium diákjai esőről szóló népdalcsokrot állítottak össze. Juhász Gyula versét Vasede szavalta el, illetve Rapi Lilla, a II. Kohári István alapiskola diákja mondott egy ünnephez méltó költeményt. Azért nagy öröm számunkra, hogy a zord esős idő ellenére is összegyűltünk újra ezen a kis szigeten, a Hősök szigetén mondhatjuk, mert itt több generáció jön össze. És a kicsi gyerekek, az általános iskolások megtanulhatják a felnőttektől, hogy kell egy ilyen ünnepen viselkedni. Mi az, ami elhangozhat, mi az, amire emlékezni kell, kik azok a nagyjaink, költők, írók, akik erről az eseményről írtak. És felemelő érzés az, hogy mindig sokan vagyunk, és mindig együtt ünnepelünk és együtt emlékezünk. A 47. számú Kohári István cserkész csapat minden évben jelen van az október 6-ai megemlékezésen, melyen általában díszőséget állnak. Idén viszont az ünnepi beszéd is az ő tolmácsolásukban hangzott el. A mai nap szerintem azért fontos, mert egy közösség életében az, hogy honnan jön és milyen történeteket hordoz magában a múltban, szerintem kiemelt jelentőséggel bír, és csak ebből tudunk erőt meríteni a további megmaradáshoz. A megemlékezést a Prokultúra férfikar előadása színesítette. Az esős idő ellenére szép számmal gyúltak össze a megemlékezésen, mely a himnusz közös eléneklésével ért véget. Ettől az évtől a szlovák parlament bevezetett egy új kötelezettséget, miszerint a biológiailag lebomló konyhai hulladékot kötelező szelektálni. Füleken október 25-től november végéig az önkormányzat kézbesíti a családi házakhoz a komposztáló ládákat. A családi házban élő lakosok október 25-től a Rátkai úton található gyűjtőudvarban már átvehetik a komposztáló ládákat. A családi házakba osztunk szét először komposztáló ládákat, ahol nem csak a konyhában keletkező hulladékot lehet majd természetesen komposztálni, hanem kisebb, apróbb hulladékokat a kertből is, ezt célszerű összekeverni. Ettől azt várjuk, hogy az általános hulladék mennyiség csökkenni fog majd. 50 ezer eurót különítettünk el erre, 46.500 euróból sikerült 850 darab komposztálóládát vennünk ebben a körben. A városban található 1300 családi ház nagyobb része hozzá tud majd jutni a komposztálóládákhoz még ebben az évben. Az önkormányzat jövőre a bérlakásoknak is meg szeretné oldani a konyhai hulladék feldolgozását. Ez az első fázis, ez november végéig fog működni ebben az ütetben, amit rövidesen fel fogok vázolni. Ez hétköznaponként reggel 8-tól délután 2-ig feljöhetnek ide a Rátki úti gyűjtőudvarunkba, egyben komposztelepünkre, ahol minden egyes házszám, ha jön az illető és igazolja magát személyigazolványjal, akkor kap egy 600 literes komposztáló edényt. A szerdai napokon hosszabb a nyitvatartás, ott egészen délután 5-ig lehet jönni ezért. Az önkormányzat gondolt azokra is, akik nem rendelkeznek gépjárművel, vagy nincs lehetőségük személyesen átvenni a komposztáló ládákat. Ők telefonon, illetve e-mailben jelentkezhetnek. Nekik szerdánként reggel 8 órától délután 6 óráig fogják kiszállítani a ládákat. A zöld hulladék gyűjtése továbbra is a megszokott módon fog működni, ahogy eddig. Szezonálisan 2 hetente.
A végéhez értek a temetőben zajló útfelújítási munkálatok Füleken, ahol az elmúlt 4 hónap során több mint 2000 négyzetméternyi járdafelület kapott új aszfaltburkolatot. A munkához kapcsolódott a gyalogosok számára fenntartott rész teljes felújítása is, amit a közhasznú szolgáltatások munkatársai végeztek. Az utolsó simításokat végzik a közhasznú szolgáltatások munkatársai a temető bejáratánál. Ennek az utolsó szakaszához értünk, ami a alsó lépcső és rampának a rekonstrukcióját jelenti. Itt előtt egy beton lépcső volt betonfokokkal, ami nagyon rossz állapotban volt, és mellette szintén egy betonfelületű felhajtó, ami szintén már használhatatlan volt. Új árulapokat helyeztünk el, kiegyenlítettük, és új aszfaltréteg került a rampára. A könnyebb feljutás érdekében kihelyeznek egy új korlátot is, a kertészet munkatársai pedig virágokkal díszítik majd a megújult feljárót. A temető útjainak és járdáinak felújítása több hónapot vett igénybe. Kicsit több mint 2000 négyzetméternyi járdafelület került megújításra, valahol csak a kopóréteget kellett felújítani, de nagyon sok helyen ki kellett egyenlíteni az ájzatot, mert már meg volt süllyedve, régi fák gyökerei felnyomtak, úgyhogy a szegélyköveket beleértve meg a felületet is ki kellett egyenlíteni, és a halottas az melletti ilyen bekötő szélesített járdáknak viszont meg teljesen újat kellett építeni, mert miután eltávolítottuk a öntött aszfalt járóréteget, akkor kiderült, hogy abszolút hiányoznak a rétegrendek, úgyhogy itt teljesen új rétegeket kellett csinálni betonnal és az új aszfalttal. Az önkormányzatnak ebben az évben több mint 13 ezer négyzetméter utat és járdát sikerült leaszfaltoztatnia. Új aszfaltburkolatot kapott a Kukucsin és a Május elseje, valamint az őket összekötő Mocsári utca. Megújult a Lidl kereszteződés útburkolata, illetve 5 új parkolóhely is kialakításra került. Ezen felül a Papréten befejezték az új gyerekjátszótér melletti járdaszakaszt. A város a saját költségvetéséből megközelítőleg 200 ezer eurót fektetett a munkálatokba. 4. alkalommal rendeztek tűzoltóversenyt Füleken, melyen hivatásos és önkéntes tűzoltók egyaránt megmérkőztek. A helyi önkéntes tűzoltó egyesület eredetileg nemzetközi versenyként szerette volna meghirdetni, ám a kialakult járványhelyzet miatt ezt nem lehetett. Így csak szlovákiai indulók voltak. Nem csak a környékről érkeztek nevezők, de számos távolabbi szlovákiai városból is. 13 csapatból 30 versenyző küzdött meg a Nóra tűzoltója címért. A Füleki várban a résztvevőknek teljes felszerelésben kellett teljesíteniük az akadálypályát, amely a várudvarról indult és a középső várban ért véget. Az embert próbáló feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen volt a jó erőllét, a felkészültség és az ügyesség. Először azzal kezdtük, hogy a motorral rácsatlakoztunk 2 bét, húztuk aztán 40 métert, aztán egy B tömlőt kellett összehajtani, aztán olyan 2 alagúton, keresztül kellett vinni a gázpalackot. Ebben az évben az akadálypálya is módosult. Tavaly még 2 pályát teljesítettek a nevezők, idén egy hosszabb, nehezebb akadálypályával kellett megbirkózniuk a résztvevőknek. A versenyszalmaink tűzoltó munkát imitálnak, ugye a tűzoltók reálisan bevetéskor ezeket a munkatokat használják is. Van itt kalapácsdobozunk, van itt egy alagút, amit gázpalackkal kell átmenni, van felfutás a várba csövekkel, csöveket húznak szét, ezek a tűzoltók tekerik a csöveket össze, valamint létrát visznek fel, súlyt húznak fel a vár kerengőjéről, úgyhogy minden olyan tevékenység, amivel egy tűzoltó bevetés közben találkozik, azzal itt a pályán is találkozik. A versenyszámok feladatai nagyban hasonlítanak az éles bevetéshez. A legnehezebb része azt hiszem, amikor fel a varba emelkedünk el egy cipelni, az a aktatáskor becsomolt tömlőket, szóval ott az nehéz volt. Még onnantól az a első lépcsőfokon felmenni a létrával, onnantól viszont ma úgy szétszaladtam magam. A szervezők szerint rendkívül fontos, hogy az önkéntes tűzoltók jól képzettek legyenek és korszerű felszereléssel rendelkezzenek, hiszen a legtöbb faluban vagy kisvárosban csak önkéntes csapatok működnek. Ezért elsősorban rájuk lehet számítani, ha baj van. Szerencsére egyre több fiatal csatlakozik hozzájuk. A Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület már 127 éve szolgálja és segíti a helyi lakosokat.
A Madách Imre irodalmi napot a szokásostól eltérően a drámaköltő halálának októberi évfordulója helyett szeptember 17-én tartották Alsó-Stregován korlátozott létszámban. A Szlovák Nemzeti Múzeum, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Hagyományok és Érték Polgári Társulás 17. alkalommal rendezte meg az eseményt idén a drámaköltő halálának 157. évfordulójára, illetve a Magyar Dráma napjára is emlékezve. Ha nincs Fláter Erzsébet, Madách nem írja meg a tragédiát. Hogy az a bizonyos prágai szín nem is születik meg, ha nincs ez a bűnös nő. Proznovszky Mihály készülő könyvének első fejezetéből olvas fel részletet a hallgatóságnak. Az, aki belehalt a halhatatlanságba című kötet, Fráter Erzsébet életét dolgozza fel. Erzsike, ez a meghökkentően szabad szellemű nő, minden idők egyik legrosszabb hírű író feleségeként vonult be a magyar irodalom történetbe. A kutató ezért történeti forrásokat felhasználva a maga valóságos képében kívánja bemutatni Madách Imre feleségét. Ez egy személyes sors, személyes dráma 19. században. Egy kicsit ismerős a világban, azt tudja, hogy Szendrei Júliának, Petőfi özvegyének hasonló sors jutott, amikor nem akarta a nemzet özvegye szerepet vállalni. Mikszát elvált feleségének, Magos Ilonkának a helyi társadalom kikezdte az erkölcsiségét, a mentalitását, a morálját. Tehát ezek tipikus élethelyzetek voltak. Fráter Erzsikét mind a mai napig úgy ítélik meg, hogy romlott, bűnös, közönséges, szeretőket tartó, ostoba nőszemély. Én 40 éve foglalkozom azzal, hogy ezt a képet változtassam meg, de meggyőződésem, hogy nem fog sikerülni. Ki lehetett ez az ifjú lány, aki képes volt Madách Imrét kirángatni Alsó-Stregovai magányából, aki három gyermeknek adott életet, s aki oly szomorú véget ért? A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma ezekre a kérdésekre keresi majd a választ. A közeljövőben ugyanis Fráter Erzsébet személyiségét körüljárva szeretnének új kutatást indítani. Ő sírt, még szeretett volna, de nem tudom, mi az, mi visszatartja, bocsánatát nem merve kimondani. Írja Fráter Erzsébet férjének szent egyik levelében. Az író feleségéről keveset, a márai Madách rokonságról viszont annál többet tudhatunk meg az elkészült dokumentumfilmből, amelynek alkotói Szekeres Éva és Lichtman Egger László. A film egyik kezdeményezője és támogatója a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, amely célul tűzte ki a még élő Madách és márai leszármazottak felkutatását. Több éve már Madách családfát kutattunk, tehát Madách Imre leszármazottait kerestük. A Jolán leszármazottait megtaláltuk Besztercebányán, ezzel körülbelül két évet, ha többet foglalkoztunk, és felgöngyölítettük, hogy hol élnek most a leszármazottak. Ennek tudatában azt mondtuk, hogy ki kell dolgozni egy családfát. Most a családfa kidolgozása közben rájöttünk, hogy ez újabb két éves kutatás volt aztán, hogy Márvai és Madách család kapcsolódik egymáshoz. Tehát rokoni szálak fűzik egymáshoz. A szálak Csesztvére vezetnek, amely a nemesi család számára mindig fontos hely volt. 1844 és 1853 között itt lakott Madách Imre, az ember tragédiájának szerzője. Fráter Erzsébettel itt éltek ifjú házas korukban. Itt születtek a gyermekeik, itt még boldogok voltak. Aztán visszaköltöztek Alsó-Stregovára, Csesztvén pedig az író öccse, Károly telepedett le. Ő bővítette ki az úri lakot a mai formájára. Leszármazottai még a 20. században is itt éltek. A kúria utolsó Madách nevű lakója Madách Aliz volt, ő Madách Károly lánya, Márai Sándor nagybátyjának a felesége. Grosmit Péter, Madách Aliz unokája, rokona Márainak és Madácsnak is. Ő meséli, hogy a II. Világháború elől a családtagok Németországba menekültek. Nagyanyja 1946-ban tért vissza Csesztvére. A háborút követően a házat államosították, helybeli családok között felosztották. Így Aliz néni édesanyjával az eredetileg Tyúkulnak épült vályokházban lakott. Aztán, amikor a falusi bíró hírét vette, hogy bemutatták az ember tragédiáját 1948-ban, Nemzeti Színházban, akkor felpanaszolta a felsőbbségnek, hogy miközben a nagy írónak bemutatják a művét, az a rokonsága meg itten hol lakik. És akkor visszakapott itten néhány szobát ebben a házban, meg konyhát a másik végén, és
bérlő lett a valamikori házában, ugye, ami államosított ház volt. Végül 1964-ben, amikor Madách Imre halálának 100. évfordulójára megnyitották az emlékmúzeumot, Aliz nénit bízták meg a gondnoksággal. A lakrészét szolgálati lakássá minősítették, így nem kellett tovább lakbért fizetnie. A filmben feltűnik Grósmid Júlia, Cike Imre, Maczon Ákos és Jáki Judit is, akik szintén a két család leszármazottai. Az ő visszaemlékezéseik és a családok egybefonódó családfája képezte a film alapját. Az, hogy mennyire szertágazó a család, hogy mennyi ismert név van közöttük, hogy milyen nagyszerű elmék, hogy a világban milyen sok országban élnek leszármazottak, ez nekünk is döbbenet volt, és nem olyan döbbenet, ami egyszerre zúdult ránk, hanem ugye a munka folyamán újabb és újabb morzsák kerültek elő, és újabb rácsodálkozások történtek. A film számos érdekes emléket, vallomást idéz fel, amelyek által megelevenedik a történelem. Az alsósztrágovai bemutatót követően a dokumentumfilm az október 9-i Csesztvei Madácsnapon, majd a pozsonyi Brémer Kúriában és a kassai Márai Sándor Emlékházban is látható lesz. Az irodalmi szintér idén nyáron új magyar nyelven író füleki alkotóval gazdagodott. Bone Friderika Amoda című első könyve a budapesti székhelyű Underground kiadó gondozásában jelent meg. Első kötet bemutatója szülővárosában zajlott. A Füleki Városi Könyvtárban tartották Bona Friderika Amoda című könyvének bemutatóját, melyet nagy érdeklődés övezett. A könyvemutatón egykori gimnáziumi tanára Szorák Zsuzsanna beszélgetett a szerzővel. A kötetet az itteni levegő és a környezet ihlette. Főszereplője a 21 éves Karola, aki ellátogat Dömökre az eddig nem látott nagymamájához. A kis regény különlegessége, hogy palóc tájszólásban íródott és szlovakizmusokat is tartalmaz. Bátran felvallalja azt, hogy mi ezen a vidéken élünk, tájszólást használunk, és bizony szlovakizmusokkal is keverjük. Tehát a narrátori szöveg, a mesélő szöveg, az mindig szépen magyarul, köznyelvi módon, standard módon zajlik, de a megszólalók, azok vagy szlovakizmusokat használnak, vagy dialektusban beszélnek. Maga az epikus töltete mellett ennek a regénynek van egy nagy líraisága. A líraiság megjelenik abban is, hogy nagyon sok szép jelzőt használ, nagyon választékos kifejezéseket használ. A szerző a Nyitrai Egyetem magyar-angol tolmács és fordító szakának hallgatója. Már általános iskolás kora óta írt, akkor még csak verseket. Mint mondja, a kisregény története már egy jó ideje érlelődött benne. A kötet számos valós történetet tartalmaz, melyeket a szerző kiszínezett. Az írományban az is kiderül, mit is jelent az Amoda Friderika felfogásában. Egyszerűen mindenkinek van egy Amodája is, ha tetszik, ha nem, ez létezik, és egyáltalán nem kell szégyenkezni miatta. Az alkotótól azt is megtudtuk, hogy egy igazi könyvmoly, és számára egy-egy irodalmi alkotás több, mint egy történet. Egy könyv nekem egy utazás, mert tényleg, amikor olvasom azt a történetet, vagy megismerem azokat a szereplőket, akkor egy olyan helyre visz el, azáltal, hogy mondjuk ők beszélgetnek, vagy egy tájleírás által, amiket mondjuk nem ismerek is. És minden könyv szerintem egy ilyen kis road trip, amin részt lehet venni, és amin érdemes részt venni különböző megállókkal. A könyv a budapesti Underground kiadó gondozásában jelent meg, a borítót Kelemen Eszter készítette, nyelvi lektora, egykori tanárnője Szorák Zsuzsa volt. Merre találom a Molnár Sarolta? Ha minden igaz, valamelyik telepén, vagy szögben, vagy a kettő között lakik. Ha tudja, hogy mindenki a kis telepen, a közibe vagy a kúti szögbe lakik. Válaszolt mosolyogva az egyikük, aki kiérezte, hogy én nem igazán vagyok képben, úgy semmivel. A Palóc Kalauz vlog vezetője Messzerik Marian második alkalommal szervezett városnéző sétát, mely ezúttal Fülek egykori főterére, főutcájára és legrégebbi épületeire összpontosított. A séta során az érdeklődők tematikus útvonalon haladva ismerkedtek meg a város történetével. A Hősök teréről indult a menet, ahol több emlékmű is található. Az 1848-49-es forradalom, az első világháború, illetve a második világháború áldozatainak emlékére is épült egy-egy alkotás. A résztvevők innen haladtak tovább a főutcán, ahol megismerkedtek a legrégibb épületek történetével. Majd elérték a városházát, mely 1912-ben multifunkciós épületként épült. Helyet kapott benne az akkor már működő önkéntes tűzoltó egyesület szertára, egy tűzfigyelő torony, valamint volt rajta egy toronyóra is. Az érintett helyszínekről régi képeslapok is meséltek az érdeklődőknek. A 1910-20-as évektől Fülekről nagyon sok képeslap készült,
és itt látni ezt a városnak, az arculatának a változását. A résztvevők végül megérkeztek a római katolikus templomhoz, mely a város egyik éke. 1694 és 1727 között Kohár István országbíró támogatásával épült újjá barokk stílusban. A templom főoltára is különleges, jellegzetessége a méreteiben rejlik, hiszen nagyjából 15 méter magas és 8 méter széles faoltárról van szó. A templom alatt kripta is található, amiről sokáig nem lehetett tudni. Majd a restauráláskor georadarral feltérképezték a talapzatot és megtalálták a lejáratot, viszont olyan magas a területen a talajvíz, hogy a kriptát sohasem használták, helyette földdel behorták és lezárták. A Kohári téren lévő Szent Anna szobor 1907-ben a Stefáni család támogatásával épült, a templommal szemben lévő épületek pedig a ferences rendé voltak, akik a 17. században iskolát létesítettek az egyikben. Katolikus iskolából később népiskola lett, majd gimnázium és művészeti iskola. A séta fő célja, hogy bemutassa a város értékeit a résztvevőknek. A városi séta az mindig ad az embernek egy belátást, egy új szemléletet a városra, ahol lakik, és meg tudjuk így ismerni azt a várost, ahol lakunk. És amit ismerünk, azt általában szeretünk, vagy jobban mondom, amit szeretünk, azt ismerjük. Úgyhogy itt próbáltam átadni a üzenetet az embereknek arra, hogy milyen sok dolog van Füleken, és hogy milyen értékeket őriz a város. Kicsit az emberek város szemléletét fogja változtatni ez a séta, abban bízok. A Palóc kalauz vezetője a séták szervezését rendszeressé kívánja tenni, hiszen rengeteg olyan értéket rejt a város, amit érdemes közelebbről is megismerni. A füleki vár Bebek tornyának 5. szintjén november 15-ig látogathatók a Fotonatúra 2021 amatőr fotópályázat képei. A zsűri értékelése alapján az első helyezést Tódor Péter nyerte el a Mennyország kapuja című fényképével. Az amatőr fotópályázatot a Füleki Vármúzeum a Novohrad-Nógrád Geoparkkal együttműködve még tavasszal hirdette meg, amikor érvényben voltak a szigorú járványügyi korlátozások. Abban az időszakban az emberek gyakrabban mozdultak ki a természetbe, és megpróbálták felfedezni a környék látványosságait. Erre az igényre próbálta a Füleki Vármúzeum kicsit felülni, és elkezdett ilyen népszerűsítő cikkeket írni a Füleki Hírlapba, ahol bemutatta ezeket a környező turista ösvényeket. Akkor Illézoli kollégánk az megpróbált újabb tanösvényeket kijelölni, vagy esetleg úgy áthelyezni turista ösvényeket, hogy Fülekről induljanak, vagy Füleket is érintsék. A versenykiírásra, amely májustól júniusig zajlott, a Fülek környéki túraútvonalakon készített természetfotókkal lehetett nevezni. Sok esetben amiatt nem veszük észre ezeket a szépségeket, mert elhaladunk mellettük, úgyhogy tényleg javasolt az, hogy kicsit a környékre vagy menjenek ki az emberek, és akkor vegyék észre ezeket a szépségeket. A versenyben 8 fotós kapcsolódott be, összesen 41 felvétellel, melyek közül az értékelő bizottság figyelembe véve a fénykép műszaki kivitelezését, képfelépítését és esztétikai értékét kiválasztotta a 3 legjobbat. Az első helyezett Tódor Péter, a második Kovács Roman, a harmadik pedig Nagy Róbert lett, akiket a kiállítás megnyitón díjaztak. A sőregi Tódor Péter 2 éve foglalkozik fotózással. A csodálatos táj inspirálja őt. Leginkább szülőfaluját és a medvesalját szereti fotózni. 5 fotóval neveztem erre a versenyre, és a díjnyertes fotóm ez a Mennyország kapuja. Ez májusban készült. Ilyen reggel, elég hamar, 5 órakor indultam. Már vártam így, hogy milyen így a táj. Szerencsém volt, mert úgymond kimentem a helyszínre, és akkor megláttam, és egy pár perc volt, mert kelt fel a nap, és akkor gyorsan átszínezt így a kötfelhőt. A nyertes fényképekből, valamint a további beküldött felvételekből kiállítás készült, amely a turista idény végéig tekinthető meg a Füleki Várban. Tavaly ünnepelte megalakulásának 100. évfordulóját a Prokultúra Füleki Férfikar. A jeles alkalomból megjelent a kórus történetét felelő kiadvány, és megnyílt az azonos címet viselő tárlat is. A Füleki Városi Honismereti Múzeumban megtekinthető egy több mint 100 éves énekkar története című kiállítás, mely betekintést nyújt a város egyik legnagyobb múltú közösségének életébe. További jó munkat kívánok, és akkor tényleg a 200-ason majd az ők unokaik, azok alapítanak ugyanilyen kiállításon. A könyv bemutatójára és a jubileum ünnepségre a járványügyi intézkedések miatt 1 évvel később került sor, ahogyan a kiállításra is. Illés Gábor, a Füleki Vármúzeum munkatársa nyitó beszédében rávilágított, hogy olyan szervezetről van szó, amely az 1920-as megalakulásától kezdve szinte folyamatosan működött.
Azért nagyon érdekes, mert tényleg egy olyan szervezetről van szó, amely csak nagyon kis megszakításokkal, de abszolút folyamatosan működött a 1920-as megalapításától. Van egy érdekes információ, hogy 1883-ban a Füleki Ipartestület mellett is alakult egy dalegylet, úgyhogy igazából már korábban is volt egy hasonló szervezet Füleken, de ott a két szervezet között nem sikerült egy ilyen kontinuitást vagy egy folyamatosságot kimutatni. A régóta működő dalkör sikerének kulcsa többek közt, hogy alkalmazkodott az egyes korstílusokhoz, ami a repertoárjukon is tetten érhető. Mindemellett a kórust erős csapat szellem jellemzi. Az, hogy az emberek mikor a bumlis hétköznapokból bejönnek egy ilyen kóruspróbára, picit elfelejtik a külvilágot. Az, hogy csapatként működik a dolog, tehát bárkinek bármilyen gondja, problémája, szomorúság, vagy valamilyen volt, mindig igyekezett tényleg a maximumot adni ennek a kórusnak talán, ha jövőben a fiatalok erre összpontosítanak inkább, nem pedig csak az egó, csak én létezem, hanem te is létezel, ők is léteznek, mindenki más is létezik. Szerintem minden társaság és minden közösség jobban tud működni, és a közösségek jól működnek, ott jól működik egy város is, ott jól működik egy közösség, jól működnek a emberi kapcsolatok is. A 101 éves prokultúra Füleki férfikar legutóbbi kitüntetése a Szlovák Köztársaság arany emlékérme, amelyet a galántai kodálynapokon vettek át, szintén megtekinthető a kiállításon. Kellemes meglepetésként ér bennünket ez az arany kitüntetés, amelyet a kisebbségi kormány biztos adott át. A 100 éves kórus érdemeit elismerve. A tárlat november 21-ig látogatható. Szeptember végén szervezte meg sörfesztiválját a Juvenus Neogradiensis polgári társulás és önkéntes csapata. Tavaly a kialakult járványhelyzet miatt az első sörfesztivált meghiúsult, de idén sikerült pótolni. Az esemény helyszíne a Füleki városi piac volt. A rendezvény motoros felvonulással kezdődött, melyet a Fülek Nights Motoros Klub szervezett. Meghívásukra nem csak környékbeliek, de távolabbról érkezők is csatlakoztak. Így több mint 60 motoros vonult fel az eseményen. Ez egy szabadságérzés, szóval nem hasonlíthatod az autó, az autóba be vagy zárva, az olyan, mintha egy fotelból néznéd a külvilágot, a motoron részese vagy az eseményeknek. Nem lehet hasonlítani az autózáshoz. Tavasszal, még ősszel, illetve hogyha valamilyen motoros buli van, akkor mindig szokott lenni egy motoros felvonulás. Ez egy ilyen élmény minden motorosnak, hogy ilyen nagy tömegben motorozzon. A sör mellé a jó zene is dukál. A hidegnedűt kortyolva a Póker, a Ramszeszt, illetve a Hollywoodó zenekar koncertjét élvezhette a közönség. A tavalyi évben szerettük volna megrendezni, de sajnos ugye a járványhelyzet miatt le kellett mondanunk a rendezvény napján, ami nagyon balszerencsés volt számunkra, de szerencsére át tudtuk tenni az idei évre. Mi ugyebár nem az első fesztivált szervezzük, mi szervezzük többek között az R-fesztivált is Ragyolcon, aztán a fő rendezvénysorozatunk, az idei Várlak fesztivál is volt, azt is mi szervezzük, és most első alkalommal a sörfesztet is. Úgyhogy nem vagyunk kezdők ebben a szervezősdibe, és reméljük, hogy a következő években tudunk bővülni is még. A sörfeszt remek hangulatban telt. A járványügyi korlátozások miatt azonban nem csak az eredeti helyszín, de a program is módosult. Elmaradt a Pankráció és a Rómeó Vérzik együttes koncertje. De a szervezők bíznak abban, hogy jövőre bővíthetik a programot, hiszen idén is nagy érdeklődés övezte a fesztivált. Az Aradon kivégzett 13 vértanúra emlékeztek Füleken. Befejeződtek az idei útfelújítási munkálatok Füleken. Elkezdték a komposztáló ládák szétosztását Füleken. Embernek lenni, embernek maradni. Madács Imre irodalmi napot tartottak Alsó-Sztregován. Megjelent Bóna Friderika első kötete. Séta régi képeslapok nyomában. A sőregi Tódor Péter fotója nyerte el a Natura 2021 amatőr fotópályázat első helyét. Nógrád tűzoltója címért versengtek Füleken. Megnyílt a Füleki férfikar múltját bemutató kiállítás.
először rendeztek sörfesztivált Füleken. Reméljük kedvükre volt magazinunk kínálata. Legközelebb is várom Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!